Hello srácok, ez a Gaming is Fun, én Berci vagyok, és most elhozom nektek a Clash of Champions predikcióimat. szóval tippjeimet. És mi lenne jobb hely erre megcsinálni, mint a kertünkben. Nos, eléggé nagy kárdot raktak össze, 8 meccs van bejelentve. Ugye ez egy Raw exkluzív, vagyis csak Raw PPV, vagyis gála, és ugye 2 héttel ezelőtt a Backlash már megvolt, ami a SmackDown-nak volt az első PPV-je a második brand split után, és hát most a Raw is megmutatja, hogy mit tudnak a fél rosterrel, vagy hát kicsit azért több, mint a fél roster van a Raw-n, mert ugye ott 3 órát kell kitölteni, a SmackDown-on pedig csak 2-t. Szóval kezdjük is a pre-show-val, ami kapott felépítést meglepő módon, az a Nia Jax, akit csatakancának becézek, bocsi közben, hogyha a szélbe lehallatszódik. Szóval, csatakanca, Nia Jax, megy Alisa, nem tudok birkózni, jobber vagyok Fox ellen, és... de tényleg Alisa Foxot még a Total Divas-ra se tenném be, mert még csúnya, és birkózni se tud. Mit keres ott? Jó, mindegy. Szóval, annyi felépítést kapott ez a meccs, hogy ugye Nia Jax minden Rowan a brand split óta legyapott egy helyi lányt, egy squash meccsben, ami azt jelenti, hogy rövid meccs, és építjük vele a győztest, hogy ő milyen erős, és senki nem tudja legyőzni. És kiderült erről a lányról, hogy ez Alicia Foxnak a barátnője, és akkor ugye, mivel a barátnője, ezért Alicia Fox a következő Rón kiállt Nia Jax ellen, és Nia Jax őt is legyapta, de nagyon durván, még a barikádot is áttörte vele, átspírelte, szóval, ja, elég durva volt, és most pedig ezen a PPV-n, a pre-show-ján, vagyis az előműsoron, amit kickoff-nak is hívnak, hát ja, kickoff-nak, ja, kickoff-nak hívják, ezen lesz Alicia Fox vs. Nia Jax, és szerintem megint legyapja Alicia Foxot Nia Jax, mert akkor miért építettük volna Nia Jax-et már egy hónapja, hogy minden meccsét megnyeri, hogyha most egy Alicia Fox ellen kikap, akkor kapjon ki egy Dana Brooke ellen, vagy nem tudom, mindegy, csak ne Alicia Fox ellen, és egyébként próbálom közben a napocskát úgy csinálni, hogy ne legyen gáz, csak hinta ágyon ülök, és olyan jó ezt csinálni, így fel, le, fel, oké. Okay. Szóval, a következő mérkőzés, nyilván nem biztos, hogy ebben a sorrendben lesznek, én olyan sorrendben mondom, hogy mennyire kapott hangsúlyt a heti adáson. Chris Jericho vs. Sami Zayn. A roster legjobb pankrátorai közül 2, Chris Jericho pedig talán a legjobb szórakoztató jelenleg az egész rosteren, és hát olyan kevés felépítést kapott, talán egy 10 perces highlight reelben volt, ennyi szerintem kb. Tehát így highlight reel, pofázott Chris Jericho, kijött Sami Zayn, aztán veregettek egy kicsit, és így ennyi. És azt hiszem a következő Raw-kon nem nagyon volt rá felépítés, szóval ahhoz képest, hogy 2 mekkora név, és így nem, és így szinte random verekednek. Attól függetlenül nagyon jó meccs lesz, nagyon várom, mind a ketten nagyon jól tudnak birkózni, és Jericho ráadásul még mellé a szórakoztatás részét is nagyon jól csinálja. Akkor Luke, hát ja, és szerintem itt Sami Zayn fog nyerni, és szerintem ezt abba is hagyjuk. Vagy hogyha nem Sami Zayn nyer, akkor pedig Chris Jericho, és akkor még folytatódik a feud, ami lehet jobb benne. Luke Gallows vs. The New... Luke Gallows és Karl Anderson vs. The New Day, ugye aki Kofi Kingston, Big E, meg Xavier Woods, és ez a tag team bajnoki övekért, csapatbajnoki övekért. Ugye itt jön képbe az, hogy ez a gála arról szól, hogy az összes Raw övet meg kell védeni egyetlen éjszaka alatt, mind az 5-öt. Emellett meg ugye lesz még 3 másféle meccs is, mint mondtam, 8 meccs van a kárdon,
És ez a meccs volt már a SummerSlam-en is, és ott eléggé pisi szünet szaga volt, szóval a John Cena AJ Styles meccs után a senkit nem érdekelt, és szépen fejeztem ki magamat. Senkit nem érdekelt az AJ Styles John Cena után ez a mérkőzés, úgyhogy remélem most nagyobb hangsúlyt fog kapni, de ez a klubmaradvány Luke Gallows meg Karl Anderson annyira nem jön át, mint mondjuk a New Japan-ben. Tehát egy kicsit olyan bullisabb karaktert, ilyen Kevin Nash-es, meg mit tudom én, milyen karaktert kéne nekik adni. Az utolsó jó momentumuk akkor volt, amikor Dana Brooke-kal jöttek ki, mint Dr. Gallows, meg Anderson, meg mint izé a nővérke, Dana Brooke. Na, a következő meccs a Sheamus vs. Cesaro a 278. epizódját tekinthetjük meg. Igazából csak a hetedik lesz, de tényleg már úgy, tehát már több mint egy hónapja minden adásom van, amiben Raw szerepeltet. Volt ugye, hú, nem tudom mikor kezdődött, de talán egy Raw-n kezdődött, és ez lesz a Best of Seven, vagyis a 7 meccsből a jobbnak a jobb nyert, tehát magyarul aki megnyer 4 meccset, az nyeri meg ezt a feudot, és most 3-3 van, 3-0-ra vezetett Sheamus, és aztán Cesaro felhozta 3-3-ra, mint egy óriási szuperhős, mint Face, és én úgy gondolom, hogy Cesaro is meg is fogja nyerni. És ugye ennek az a tétje, hogy aki megnyeri ezt a Best of Seven-t, az kap egy bajnoki mérkőzést. Az nincs leírva, hogy milyen bajnoki mérkőzést, csak az, hogy bajnoki mérkőzést, ami lehet nyilván US, lehet Universal. Ja, ez a kettő lehet, mivel csapatban egyikük sincs, és nem cruiserweight-ek, és nem is nők. Ja, szóval vagy Universal, vagy United States. Remélem Universal lesz. Azért, mert ugye Sheamus, ő egy régóta jól bejáratott superstar, és most többnyire arra használták, hogy építik vele az újoncokat, Apollo Crews, meg bocsi, nem jut eszembe több, meg ugye most Cesaro van, ez a feud, szóval nagyon midcardon van Sheamus, én örülnék, ha felhoznák, bár annak csak akkor lenne értelme, hogyha Seth Rollins faceként nyerné el Owens-től az övet, amiről nyilván majd még beszélünk, mert ugye, hogyha face a bajnok, akkor kell heel kihívó, akkor jöhet Sheamus, mert ugye ő heel, vagyis rossz fiú. És hogyha pedig Cesaro nyer, akkor pedig lehetne mondjuk a... Mi a event? Panyek. Hell in a Cell, azt hiszem. Hell in a Cell-en lehetne akár még a cellában is egy Rollins vs. Owens vs. Cesaro, ami nagyon durva lenne, azért, mert ezek a srácok körülbelül 10 évet éltek együtt, de ezt úgy kell érteni, hogy rendesen egy házban sokáig, mert ez úgy nézett ki, hogy Seth Rollins nem, Cesaro lakásán ott volt Seth Rollins, aki játszott a PlayStation-nel, ott volt Kevin Owens, aki ette a hűtőben a dolgokat, Sami Zayn meg a, nem tudom, a kanapén ült, és akkor Cesaro így nézte, hogy okay, és ez az én házam. Na, de amúgy nagyon jó haverok, szóval jó lenne, hogyha a három jó bari már mindig összetartana, még a Hell in a Cell meccs alatt is. Ennyit erről, és egyébként azt tippelem, hogy Cesaro nyer. Következő Rusev vs. Roman Reigns a United States bajnoki övért, vagyis az amerikai bajnoki övért. És hát nem tudom, mit mondjak el, és nyilván ott lesz Rusev mellett Lana, akinek a neve fordítva, olvasva Anál, és nem akarok semmire sem utalni, de általában véletlenek nincsenek a pankrációban. Ennyit erről. Ennyit erről a meccsről. Na, szóval, miközben megint feltámadt a szél. Rusev Lanával volt, hogy hívják, mézes heteken, nem tudom hol, Bulgáriában, tán.
és aztán hirtelen visszatért az utolsó Ron, megtámadta Romant, és viszik tovább így a feudjukat, ami egyébként előtte is tartott, csak elmentek dugós hétre. És most folytatódik, mert vég a dugós hétnek. És Roman Reigns meg közben ugye a Title Picture-ben volt, a Universal Title Picture-ben, de onnan őt így kivették, és nekem tetszik, hogy visszamegy feudolni Rusevvel a United States Championship-ért. Nem tudom, hogy miért, de most annyira a Kevin Owens Seth Rollins-os dologba nem nagyon kellene nekem Roman Reigns. És szerintem Rusev marad, és a Hell in a Cell nem fogja tőle elvenni Roman, lehet Hell in a Cell meccsben. Következő meccs. Charlotte vs. Sasha Banks versus Bayley a Women's Title-ért, vagyis a női Raw bajnoki címért. Charlotte a bajnok, a SummerSlam-en nyerte vissza Sasha-tól, így ő kétszeres bajnok, Sasha egyszeres, Bayley pedig nemrég jött fel az NXT-ből, de mégis ő kapja a legegyértelmű popot jelenleg. Charlotte nagyon jól működik, mint heel, úgyhogy Sasha-nak kéne vagy eldönteni, hogy ő akkor most definitív face, vagy definitív heel, mert jelenleg úgy van, hogy Charlotte heel, Bayley face, és Sasha meg a kettő között kezd elveszni, pedig nekem ő a kedvencem a három közül. és nem bánnám, hogyha Sasha megnyerné, mert ugye a SummerSlam-en valószínűleg azért vesztette el, mert akkor azt mondták az orvosok, hogy 6 hónapot ki kell hagynia, és le kell így adni az övét. Nyilván ez nem a sztori szerint, hanem ez a háttérben, mert a sztoriban csak simán elvesztette az övet, mint hogyha nem lenne semmi köze a sérüléséhez. És hát nagyon remélem, hogy Sasha nyer, de nem hiszem, hogy ő fog. 8. 7. meccs. A legelső Cruiserweight Divízió Title Match, Cruiserweight Title Match. Ugye a Cruiserweight Classic 10 héten keresztül 32-220 font súly alatti emberkével mutatott be nagyon nagy akciót, pörgős meccseket és high flyingot, lucha librét, strong style-t, mindent a világ minden tájáról. És megnyerte lassan 2 hete szerdán TJ Perkins a egyébként lila Cruiserweight övet. És Aron mutatták be, hanem helyette Aron volt egy Fatal 4-Way, vagyis hát felnégyeléses meccs, mondjuk így, tehát amikor négy ember vesz részt, és mindenki mindenki ellen. Ahol Brian Kendrick legyőzte Rich Swann-t, kit még Grand Metalikot, meg egy negyedik, nem jut eszembe a neve, mindegy, szóval ő lett így az első számú kihívó, és a gálán megy TJ Perkins ellen, és nem tudok debelni kamerával, pedig nagyon jó lenne, mert TJ Perkinsnek a debataunja, és így megcsinálja egy mozdulatot. Kurva nagy arcom, úgy nagyon bírom, kicsit még forja ki magát, amúgy 31 éves, szóval van úgy, hogy karizmája is, de amúgy jó választásnak tartom, hogy ő a bajnok, és annyi baj van ezzel a meccsel, hogy mivel nincs mögötte igazi sztori, max annyi, hogy TJ Perkins ő most az új, és talán a legesélytelenebb volt a négy közül, hogy megnyerje ő a címet, de ki ez a háttér sztoria. Brian Kendricknek pedig az, hogy ez az utolsó lehetősége a bizonyításra, hiszen már 37 éves, és a WWE-ben már most van másodszor, mert egyszer már megváltak tőle. És hát én TJ Perkinsnek szurkolok, Brian Kendricket egyáltalán nem szeretem, és még Grand Metalik, akit nagyon várok ezen a Cruiserweight divízióban. Igen, mert először Division-t akarok mondani, aztán meg Divíziót, és akkor ebből lesz a Divízió, ami már nem hangzik olyan jól, mint előbbi kettő. Nos, hát szerintem DJ nyer, mert egy hétig minek ráakasztani az övet. Aztán az utolsó meccs a kárdon, Kevin Owens versus Seth Rollins meccs egy az egy ellen a Universal Championshipért.
amit mióta építenek, nem tudom. Hát van a Brand, nem a Brand Split óta. Jaj, vágom, a SummerSlam utáni Raw óta építik ezt, mert akkor volt az, hogy Finn Balor, a legelső Universal Champion leadta az övét, mert ugye sérült volt, és így egy Fatal 4-Way meccs volt azért, hogy ki nyerje, Elimination ráadásul, és hogy volt, hogy Big Cass kiesett, aztán Roman Reigns-t kiejtette Seth Rollins Triple H segítségével, aztán pedig Seth Rollins-t kiejtette Kevin Owens Triple H segítségével. Közben a kútja is egyetért velem. És Triple H beavatkozott. Ezzel megcsinálta a nem tudom mióta, a WrestleMania óta a legforróbb sztorit, mondjuk az Undertaker Shane McMahon sztori óta a legforróbb sztorit, mindenki erről beszélt, hogy Triple H visszatért, pedigrit adott Seth Rollinsnek, pedig 2 évig a ő pártfogója volt, és nem tudom, és aztán meg így nem történt semmi utána, semmi, semmi, nem értem, miért csinálták ezt az emberek 3.200.000-en megnézték azt a rót, amikor Triple H leadta a pedigrit, és a következő rón 3,5 millió ember várta azt, hogy az opening szegmens az legyen, hogy megszólal a King of Kings zene, és bejön Triple H, elmondja, hogy miért csinálta, és elmondja, hogy mit fog csinálni ezután. És nem, és a következő héten sem, és azután sem. Semmi fucking értelme akkor a legnagyobb nevet visszahozni a bizniszbe, hogyha nem csinál utána semmit, nincs következmény, olyan, mintha meg se történt volna. Azon túl, hogy Owens a bajnok, de egyébként meg Owensre Triple H nélkül is rá lehetett volna akasztani az övet. Szóval, ha itt nem avatkozik bele Triple H, akkor a WWE bookingjában tényleg nem értem a logikát, nem mintha lenne benne. Ha nem avatkozik be Triple H, akkor valószínűleg Seth Rollins nyer, ha beavatkozik, akkor meg Kevin Owens, és nagyon remélem, hogy beavatkozik Triple H, és látunk már valami sztoriszerűt is, mert Kevin Owens és Seth Rollins egymás ellen annyira nincs építve, hanem inkább úgy van építve az egész, hogy Seth Rollins a vezetőség ellen, aminek remélem, hogy nem úgy lesz, hogy Seth Rollins a vezetőség ellen, mert azt már láttuk Roman Reigns-szel, láttuk már John Cena-val, nem tudom, 1000 emberrel láttuk már Nitro-val a HCV-ben, hogy a vezetőség ellene van. És nincs kedvem még egyszer megnézni. Olyan legyen, hogy pankrátor a pankrátor ellen. AJ Styles versus John Cena ilyen volt, és a legjobb meccs volt a legjobb sztorival a SummerSlam-en, a nyár második legnagyobb. Szóval, most egy kicsit berédzseltem a bookingra, ami a sztori vezetést és a döntéseket jelenti. Így meg szeretnélek titeket kérni, hogy írjátok le ti is a tippjeiteket a kommentben. Ja igen, és azt még nem mondtam, hogy Kevin Owens pedig, hogyha beavatkozik Triple H, akkor valószínűleg ő nyer, és a Survivor Series-re, vagy nem tudom, még későbbre, WrestleMania-ra építhetnének egy Triple H versus Seth Rollins-ot, akár a címen. Aminek nagyon örülnék. És ennyit a kártról. Még annyi, hogy Enzo és Cass 2-szer is kikapott a Shining Farts-tól, ami világító fingot jelent, de valójában Shining Stars-nak hívják. Hogy hívják, Primo és Epico-nak a Puerto Rico-i csapatát. És hát csúnya lenne, hogyha ez ennyiben maradna, úgyhogy valószínűleg 9. meccsnek, az is lehet, hogy pre-show-ra kapunk még egy Enzo Cass versus Shining Stars-t. How you doing? Ja, ennyi kár, de most már tényleg ennyi akár. Jó, ja, és jó, Wikipédián olvastam, hogy Eva Marie lehet visszatér, és negyediknek bemegy a női meccsbe, és megnyeri azt. És így. All red everything. Kajakra. Nem tudom. Egyébként
látok benne realitást, mert csak azért, mert egy Eva Marie-val nagyon szerették szoptatni az embereket, hogy eladni őt, mint jó pankrátort, ami ő nem, csak jól néz ki. És meg vagyok fázva. És hogyha visszatérne, és megnyerné az övet, az durva lenne. Ja. Mert egyébként letelt az eltiltása, amit még a SummerSlam előtti héten kapott. Na, szóval ennyi lett volna ez a videó. Meg szeretném köszönni a figyelmeteket, és mindenképpen írjátok le kommentben, hogy ti mit tippeltek erre a gálára, melyik meccs hogy fog alakulni, ki fog visszatérni, vagy valami hasonló, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mások hogyan vélekednek erről. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, és iratkozzatok fel, hogy esetleg a reakcióimat is lássátok, vagy a véleményemet majd a gáláról. De addig is gaming és wrestling is van. És ráadásul az is, azt most úgy mondtam, hogy nem csak, hanem is, de leírva az is, mint a catchphrase-emben az is, és is. Fú, de bonyolult. Na, sziasztok!